A 18. század végétől egyre hatékonyabb védőoltásokat tudunk készíteni. Így számos korábban rengeteg halálos áldozatot követelő járványos betegséget ezek segítségével sikerült szinte teljesen legyőzni. Amikor egy új vakcinát kifejlesztenek, és az az állatkísérletek során hatásosnak bizonyul, a biztonságunk érdekében több lépcsős klinikai vizsgálaton kell átesnie, hogy kizárják a lehetséges súlyos mellékhatásokat és igazolják az oltóanyag hatékonyságát. A vakcina jelöltek esetében a tesztelés, azaz a klinikai vizsgálat mindig három szigorúan ellenőrzött fázisból áll. Majd ezt követi a már jóváhagyott oltások utánkövetési fázisa, ami tulajdonképpen sosem ér véget. Az első fázisban egy-egy lehetséges oltást mindössze néhány egészséges önkéntes kapja meg. Ilyenkor az önkéntesek különböző mennyiséget, azaz dózisokat kapnak. Szigorú megfigyelés mellett ekkor azt vizsgálják, hogy a lehetséges vakcina kellőképp biztonságos-e. Emellett még a különböző dózisok hatékonyságát is ellenőrzik, azaz, hogy mennyire erős immunválaszt vált ki az oltóanyag az önkéntesekben. A második fázis már több száz korcsoportokként elválasztott résztvevővel zajlik, a korábban kikísérletezett terápiás dózis mennyiségével. Itt már az a fő cél, hogy a vakcina jelöltről kiderüljön, megvédi-e az önkénteseket az adott kórokozótól, megelőzi-e a megbetegedést, azaz hatásos-e, és ha igen, hány oltás szükséges ehhez. Emellett ebben a szakaszban is vizsgálják a lehetséges mellékhatásokat, azaz a vakcina biztonságosságát. Ha a vakcinák túljutnak az első két fázison, akkor már hatásosnak tekinthetők. Az viszont, hogy pontosan mennyire hatékonyak, vagy esetleg milyen ritka mellékhatások léphetnek fel, leginkább a harmadik fázisban derül ki. Ez a leghosszabb, a legdrágább és egyben a legbonyolultabb szakasz. Ebben a fázisban több ezer vagy akár tízezer eltérő egészségügyi állapotú, nemű és életkorú személy kapja meg a vakcinát. Az ő állapotukat egy kontrollcsoporttal együtt hosszabb ideig is figyelemmel követik, hogy kiderüljön, melyik csoportban hányan fertőződtek meg, közülük hányan lettek betegek. A harmadik fázis végére a beoltottak és a kontrollcsoport megfertőződési adatainak összevetése után kaphatunk pontos eredményt a vakcina hatékonyságáról. Emellett, mint minden fázisban, itt is vizsgálják a lehetséges mellékhatásaikat. Utóbbi kialakulása ugyanis egyénileg változó, és függ többek között az oltott személy egészségi állapotától is. Mellékhatásoknak számítanak az oltási reakciók és az oltási szövődmények. Az oltási reakciók gyakran járnak együtt a védőoltásokkal, ezért számíthatunk is rájuk. Ezek múló, nem kóros jelenségek. Még oltási szövődmények akkor alakulnak ki, amikor az oltott személy szervezete nem várt módon, az átlagostól eltérően negatívan reagál a vakcina valamely összetevőjére. Ez a jelenség már kóros. A tömeges oltáskor sem mindenkinél alakulnak ki oltási reakciók. Míg az oltási szövődmények egy biztonságosnak ítélt vakcinánál nagyságrendekkel ritkábban fordulnak elő, mint a kórokozó által kiváltott betegségek során fellépő súlyos szövődmények vagy halálesetek. Egy vakcina kizárólag azt követően kap engedélyt, ha a három fázisú klinikai tesztek során mindent rendben találtak a különféle területek szakemberei, és minden lépés jól ellenőrizhető és dokumentált. Csak ezt követően kezdődhet meg az oltóanyag tömeges gyártása és széles körű terjesztése, majd a szintén szigorúan ellenőrzött utánkövetése is. Ez utóbbiban mi magunk is részt vehetünk úgy, hogy jelezzük, ha szokatlan, eddig nem ismert mellékhatással találkozunk. A vakcinák engedélyezésekor a biztonság az első, ezért ne higgyünk azoknak, akik különféle áltudományos magyarázattal le akarnak beszélni bennünket a védőoltásokról. Ha elég embert oltanak be egy adott kórokozó ellen, amihez még azok védettsége is társul, akik már átestek a betegségen, akkor úgynevezett nyájimmunitás alakul ki. Ez a közösség kórokozóval szembeni teljes védettségét jelenti. Ha az átoltottság elég nagy méretet ölt, lehetőségünk nyílik akár teljesen legyőzni a járványt.
Ilyenkor a kigyógyultak és a beoltottak együttesen lelassítják, majd teljesen megakadályozzák a betegség további terjedését, és így megóvják azokat is, akik nem kaphatnak védőoltást. Vannak olyan csoportok, például immungyengített betegek, várandósok, újszülöttek, akiken alapértelmezetten nem tesztelik a vakcinákat, ezért első körben számukra nem is szokták ajánlani azok beadását. Nem azért, mert rájuk veszélyes, hanem mert nem tudhatjuk biztosan, hogy nem az. A COVID-19 járvány esetén például a várandósok oltását csak újabb állatkísérletek és humán vizsgálatok eredményeit követően javasolták. Hogy a népesség mekkora részének kell átfertőződnie, illetve védőoltást kapnia a nyáj immunitás kialakulásához, az adott kórokozó fertőző képességétől függ. A védőoltások a legnagyszerűbb egészségügyi vívmányok közé tartoznak, amelyekkel már számos súlyos fertőző betegséget sikerült megfékezni vagy eltörölni a föld színéről. A járványok megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere az, ha minél többen beadatják a védőoltásokat. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le az újabb részekről sem!